Üdvözlök mindenkit, én BKV fan vagyok, és itt vagyok az Óbudai autóbuszgarázsnál, ahol hamarosan elkezdődik a nyíltnapi rendezvény. És már itt tudunk a kerítés mögött is, mielőtt nyit a garázs, dokumentálni. Mint például itt a szép kis csodálatos kedvencem, az ezüstnyíl 260-as, a BPO 301, melyhez már több mindent is meséltem, hogy milyen emlékek kötnek, mint például a sorozatos kátézás, az Óbuda-Bogdáni út végállomáson. Itt van szintén a kerítés mögül egy Audi Connecto, a rendszám pedig AD579, meg ott a csarnokban belóg egy, ott belóg a szerintem modelles Citaro. Ahogyan itt a kerítés mögül lehet dokumentálni a 8119-es pályaszámú negyedik generációs Solaris Skoda Trolinót is, amiből ugyanis, amivel kapcsolatban ugyanis az a sztori terjeng, hogy elvileg toborzó trolli lesz, nagyjából hasonló a toborzó tátra építkezésre. És itt van a környékemben a sok Kinder Commando, várjuk, hogy kinyisson a garázs. És akkor gyerekek, itt van az Óbudai autóbuszgarázsban belülről, a 8119-es Solaris most már belülről, az Audi 79-es Connecto szintén belülről, és így egy összeképet is gyors csinálgatok, és itt a szép kis csodálatos BPO 301 garázsból belülről, nem tudom mi van ebben, majd mindjárt megnézzük, nem sokára. És akkor itt a Kinder Commando hatalompuszat. Mit tudom én, mire hasznosított Citaro. Ja, és ahogy láthattátok, az RTL 290-es átadását is sikeresen elkaptuk. És akkor menjünk tovább. Új, ez a sok Kinder Commando, itt a vár, egykori várbusz. Busz. Hiba a beltér. Igen, Moszkva-Térbudvári siklóka, ez volt a várbusz, igen. Szép kis jelző, menjünk tovább. Itt az Icarus 55. Ez a félig mutatom, mert itt egy rokot ember van. Vagy nem is 55. De igen, jól gondoltam, hogy itt az inforról, ha akarjátok, olvassátok el, akkor állítsátok le addig a videót. És akkor így van a beltere. Az utastere. Így. Hát akkor egyőre csak ennyit tudok. Hát elő sajnos nem tudtam fővenni semmit, körülbelül mindig járkáltak az emberek. Itt pedig a BPO 124, az üzemzavar elhárítós 260-as. Itt a műszaki része, amit szerintem a kőbányán nem tudtam fővenni, itt van. És akkor itt az Icarus 260, ja nem, ez a 60T belül. Szép kis ablakka, szép kis farésze. És akkor rózsaszín kapaszkodók, így. És a 60T. Ismert pótkocsija. 923-as. Szentendrei múzeumból sokaknak ismerős, hát ahogy mondtam múltkor is, a kőbányai nyílt napom. És itt a szép kis másik fele. És akkor itt van a kék busz változata, a BP 60, felszábra hallgató Icarus 60,
Ha már a 260-t megjártuk, akkor járjuk meg a Siva busz is. VPI 60. És akkor itt van a pótkocsija. Egyik fele, és a másik fele. Ez pedig az... Ja, ez a TR-5. Aha! Ez az Icarus TR-5. Aha! Ó, így már értem, mi a szitu. Fővárosi autóbusz üzemanyagcával. Ez nagyon fog tetszeni. Akkor nem. Akkor főszállás. Íme ez a TR-5. És akkor mellettünk pedig az Icarus 284-es áll, amit már rég lehetett látni rendezvényen, de csak a másik oldalról lehetett megközelíteni, úgyhogy beszoptam, tövig. Semmi gond, akkor megközelítjük a másik oldalról. Közben megállt mellettem a Kinder Commando. A BKV logó az itt van, ahogy látjátok. Hú. MZE 284. És akkor szálljunk fel mondjuk hátul, mert ott talán nyitva van. Úgy így. Ő az Icarus 284. Videóban még nem szerepel szerintem soha. De most már igen. Ő a 284 hátulja. Most már meg. És akkor itt az Icarus 284 eleje. Ez az ünnepeljünk. Aztán majd hátul leszállunk. Ülések itt, ülések ott. És így. És így hátra. Ez a szép kis csuklója. Amúgy ez is prototípus, mint a 411-t. És akkor itt van a szép kis zöld csíkosunk, amivel mentünk a retro napon is. Ha látszik, akkor igen, akkor már rájöttetek. Ő nem más, mint a BPI 415. Lehetőségéje, igen. Futár még mindig benne van. Ahogy hallottátok, vasárnap is, akiket jelen voltak a retro napon. A 110-esen és a 112-esen járt aznap. És itt van a szép kis csodálatos búcsú matrica. Vagy ez nem a búcsú matrica? Hát baj, valami jó kis szép kis matrica. És akkor igen, ő lenne az. 247 táblával? Vagy 147? Nem, sima 47-es Willy. Pótló. Táblával. Az egyik kamaros a külföldre menő Icarus 405-ös. Hú te, ezt föl sem lehet ismerni. Zöld kapaszkodó Zelika húzat. És ráadásnak zöld Zelika. Elég érdekes helye van a jelzőnek. És akkor itt van a toborzó BKV Citaro. Kivel ez a félig meddig? Itt halad át az RTA 297 közben. A csordogbusz. Így. Megy be éppen a csordogban, látjátok. És igen, ilyen székek vannak benne. Ami széknek nevezhető, ez meg ugye a volt ülés. Valamikor volt ülés. Tehát ugye. Ez pedig a MTZ 970, akkor viszont a Malévos 280. De ez is jó kimon viszont. Ez egy szép kis tábla. Itt meg az utasterre a szép kis adatos XPP 845-üknek. Ja, és itt van a dupla csuklós van, hol mind gyerekjátszó tér.
Ez pedig a BPO 429 helyett a lőpavilon. 280-as info itt róla. Viszont ez már tényleg a BPO 429. És itt van ismételten az RT a 297. Ez itt pedig a BPO 429, melyben mindjárt meglátjátok, hogy mi van. Sárga kapaszkodó, meg régi ajtó, biztos. Egécső. Ezen kívül pedig egy terepasztalt helyeztek bele, amit lehet közben nézdegetni, így is, úgy is. Itt megy a csodálatos valami. Mivel sor van, csak így tudtam a videózni egyőre. Szép kis terepasztal, most már kicsit több dolog többet, mivel halad a sor közben. Az ülések viszont már nincsenek benne a buszba, mivel bele lett építve ez a terepasztal. Itt van a mozdony, ahogy elhalad, ide nézi, ott halad. Itt a szép kis csodálatos pálya további része. A fő fel a pálya. Itt üveg fölött, ott meg üvegön keresztül. Így is lehet már ezek úgy is. Itt a szép kis, itt van valami szép kis. Itt meg van beálló. Van, BPO 429-re ennyit, viszont itt még vannak csodálatos kis jó buszok, ebben sajnos nem lehet beszállni, ez egy tuti egy Ikarus ez is. BPI 211, mi van? Ezért a BPI 211-ből, ne szórakozunk egymással, halló! Ha pedig nézd meg, ott a rendszám, BPI 211. Na mindegy, mi mindig jobb, mint a szétbontás, úgyhogy az Ikarus 2, vagy várjunk csak. Lehet, hogy ez egy másik modell, és nem átépített, és akkor ezt a rendszámot kapta meg. Viszont akkor a BPI 211-es 260-os az meg elbontás alatt volt. Na mindegy. Majd a sztorit írjátok be kommentben, hogy ez mitől BPI 211. Addig is beszállunk a CK 383-ba, 266-osba. Ez már itt a 266-os utastere. És akkor itt a tűzót, ebbe viszont nem szállunk be, még ebbe sem, itt is itt a kinderkoma. Viszont amibe beszállunk, az nem lesz más, mint a Ikarus 260-e. Videó nincs róla. Viszont itt tök jó, hogy itt van. JNG 724. Üdvözletem! Szia! És mögöttem pedig Máté Transport Gameplay. Sziasztok, üdvözlöm a nézőket. Most fogtunk kezet éppen. Igen. Hellóka! A JNG. Ők a tulajdonosok egyébként. Nem baj, hogy megnyomtam? Nem. Egészségedre. Meg egy garázsmenet tábla bentről. 112-t pedig most nem fogunk hívni. Igen. Ezzel... Itt van egy olyan 260-as, ami a fingunk sincs, hogy mi lesz. Majd hamarosan ki fog derülni valószínűleg. A vezető fűkében pedig elég érdekes üléshúzat van, baktériumhúzat. Az utastéri ülések pedig barna bűver húzatok, és
Ez ilyen nyitott 260-as. De akkor igen, barna bűbőrhúzat. Felés a további adag 260-ból. Csak egyelőre így mutatom meg, mert így nincsenek nagyon emberek. Elvettem is mindenhol vannak amúgy. Körbe vagyok véve szó szerint itt a ING 724 kültérből. És akkor van lehetőség bemutatni azt, hogy még létezik a BP391-es 405. Érdekes módon az ajtógyító már is benne. Amúgy BP391 itt is látható, Icarus 405.06. Na várj, ennek így volt az ajtógyító, tényleg. És akkor így már ismerőszebb lehet, mivel videó is van róla. Ő volt az utolsó fogdemes 405-ös drágaság. Itt meg valahol a környéken haladt át az NCA helyett az RTL-297, hallotta a motorjangját. Itt van benne a szép kis fogdem, 2022. 7. 11, 7 óra 44 van rajta szerinte. És itt a BP387, ami szintén megy külföldre. Akkor viszont az a fura 405-ös, amit látunk, az kizárásos alapon csak a BPI-395 lehetett, mivel a 202 már rég nincs meg, vagyis totál máshol, meg totál más, hogy a 199 pedig az AIK-405, az biztos, hogy eredeti szintben hagyták meg. Szegény szét van szedve, viszont itt az utastere, üvegen keresztül. Így láthatjátok, a kijelző is ki van szedve szegényből, minden ki van szedve körülbelül. Úgyhogy sokat nem fogtok belőle látni, csak ennyit. És akkor itt lehet venni szépen táblát. Itt meg egy szép kis citáró plakát. Helyett konnektómer NNR072 és csuklós. És akkor itt van ismételten a BP301. Na, BP301 utastér. Nagyon gyorsba. Mert itt ez vezető fűkére van konkrétan szó szerint kiszakosodva. Jaj, csak elejtettem a kamerát a francba. Elnézést. Vezető fülke, pedig az így néz ki, le is ültem. Lehet engedni a gázt, meg mindent. Ajtót nem lehet csukni, de azért. Igen. Akkor ilyen. Ezt a kamerába kitom, hogy direkt benne hagyom, és még egy csarnok. Mert közben láttam Attila Transport gameplay-éket, akik nem vettek észre, úgyhogy először megyek hozzájuk. Először megyek ide. Mert a 8018-osban én azt hiszem, hogy nem jártam, úgyhogy most szeretném ezt is bepótolni. Ha végeltem, mégis jártam a kérdést, akkor másodszor fogok. Akkor inkább kétszer szerepeljen benne videóban, mint egyszer se, úgy gondolom. Azt, hogy Attila transzfőgépre, hogy hova a faszomba mentek, azt nem tudom. Majd kiderül. Itt a Kinder Commando, meg minden. De legyen jóság. Ez. És kizárási szavakon ez a BP395-ös lehet. És akkor itt van a szép kis... Ügyések. Így vezető fűke ilyen. Van gyerekek, csarnok, BP829, amivel mentünk ötösön. PDZ 835, és mit tudom én, mi ez? Ez valamelyik eskálni lehet szerintem, ami már selejt volt. Így. Itt az SK818, amit nagyon utálok, de
attól függetlenül jó gép. Itt van fölnyitva, be lehet nézni. És a PDZ 834. Álljál le. És pontosan ugyanígy videóztam le az elején. Itt van drága látos RTA 297. Hát annyira sokan vagyok egyet, de szerintem inkább nem megyek föl, és ezt kihagyom. És itt vannak szép kis kijelzők. Akkor nem. Meg az Elipszor 129, amit nem vetítek. Viszont ha érdekel titeket, akkor van egy korábbi videóm az Elipszor 129-ről, azt hiszem. Akkor már nem volt annyira nagyon fos, mint előtte, viszont továbbra is fos. Itt is vannak jó kis buszok, PCC. Kettő darab pucolt cigány. 920-as, ez jó gép, ezt imádjuk. Meg a PCC 922, ezt is szeretjük, jó kis pótlásos videók is van róla, vagy éppen érdekes kombós. SK 817, erről is találtok videót a csatornán, ha érdekel. És a Audi 567, erről Aldi, mondjuk nem találtok. Audi 567. De azért akad. Audi 567, Audi. Itt is tolunk egy fotót. Lehet, hogy messzebbről tolok egy közös képet. Hol legyen közös kép az Audi, Audi SK-n. És ez a... Fú. Ez az M&M 133, szép kis visítós. De nem a kedvenceim közé tartozik, ez se sajnos. Na. És akkor szép kis lezárás. Köszönöm szépen a figyelmet, én BKV fan voltam. Itt van a hívhúzat, a zöld Zelika. De jó. PPI 3905 szerintem a busz, ha nem, akkor írjatok kommentbe, hogy mégse. De kizárás és alapon csak az lehet. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!